Kedves nézőink, gluténmentes ételek készítésével ismerkedtek szombaton az Emese program résztvevői. A következőkben erről láthatnak egy összeállítást. Az Emese program keretében a betakarítás befejeződött, jelenleg főzni tanulnak a hölgyek. Hány foglalkozásból áll ez a sorozat? Hát a főzőtanfolyam több részből áll, hiszen egyrészt ugye az allergiás betegségeket céloztuk meg elsősorban, ezért ugye gluténmentes kenyér és gluténmentes ételek készülnek, ezt tanulják meg a résztvevők, illetve ugye az aszalás befőzés kapcsán pedig megtanulják vegyszermentesen eltenni azt, amit megtermeltek, azért, hogy ez télire már meglegyen. A hölgyek által megtermelt terményeket dolgozzátok itt fel? Egy részét természetesen azt, ami kint megtermett paradicsom, paprika, abból például egyelőre még nem volt annyi, hogy itt tudjunk bemutatót szervezni belőle is, mondjuk mindenkinek elegendő mennyiség legyen. Ezeket most még meg kellett vásárolnunk, de reméljük, hogy jövőre már csak a saját terményeket dolgozzuk fel. A hölgyek elégedettek-e az első évi tapasztalatokkal? Én úgy gondolom, hogy igen, nagyon szép lett a termés, és mindenki azt hiszem, hogy elegendő mennyiséget tudott térre is eltenni. Jövőre folytatódik ez a program? Szeretnénk folytatni, és a résztvevők is úgy érzékeljük, hogy szeretnének akár nagyobb területeken is gazdálkodni. Az előző foglalkozásokon mik készültek? Hát az elmúlt alkalommal a vegyszermentes aszalás és befőzés kapcsán lecsót tettek el a résztvevők, illetve sóslében sárgarépát, valamint megtanulták azt, hogy hogyan lehet például a mustot tartósítani. A szeptember 26-ai foglalkozáson a gluténmentes ételek közül mit készítettetek? Köles vasírtot készítettünk, és megyes köles felfújtat. Köles vasírt hogy készül? Köles vasírt hasonlóan készül, mint a rendes vasírt, amit húsból készítenek, csak hogy a kölest kell hozzá előtte megfőzni, és bekeverni só, borssal, fűszerekkel, tojással, és olajban kisütni. Édességet is készítettetek. Annak mi a receptje? A megyes köles felfújtva ugyancsak köles kell. Egy pohár kölest megfőztem 3 deci tejben. Raktam bele cukrot, margarint, tojást, ezzel összekevertem, és utána be a sütőbe, magozott megyet rá, és be a sütőbe. A kölesfogyasztásnak mik az előnyei? Az előnye az, hogy rengeteg vitamint és ásványanyagokat tartalmaz, lassan felszívódó, ezért ha ezt tesszük reggelire, akkor sokáig nem vagyunk éhesek, úgyhogy nagyon jó a szervezetnek, lugos kémhatású, úgyhogy mindenképpen ajánlom. A lisztérzékenyeknek azért jó, mert nem tartalmaz glutént, és ez mellett még fogyókúrázóknak is ajánlom.